ennyire ne szaladjunk előre. Minden az alapos felkészítéssel kezdődik. Ejtőernyőzés, mint testnevelés óra. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak kötelező 2,5 évnyi testnevelés óra teljesítése. Azonban, hogy ez milyen formában történik, mindenki számára egyéni döntés. Mi ezúttal az ejtőernyőzést választottuk. A kiképzés most már elszakadt a több évtizedes hagyománnyal rendelkező tradicionális körkupalás képzéstől. Jelen pillanatban már csak légcellás ejtőernyőkkel végezzük itt Szegeden a képzéseket, ami azt jelenti, hogy ez a köznyapi nyelven ez az úgynevezett paplan ejtőernyőknek nevezett ejtőernyőkkel történik a képzés. Tehát már a kezdető első ugrásokat is ezzel az ejtőernyőkkel hajtják végre az ugróink, és ezek már olyan nagy teljesítményi ejtőernyők, amelyeket mindig kézbe kell tudni tartani, irányítani. Nagyon jól irányíthatók már ezek az ejtőernyők, és ehhez nyilván kell a szükséges előképzés, hogy ezt az irányítást is végre tudják hajtani. Az oktatás egy országosan meghatározott tematika szerint zajlik. A tananyag számos elméleti ismeretet tartalmaz. Megismerkedtünk az ernyő részletes felépítésével, működési elvével és használatával. Emellett nagyon fontos ismernünk a ránk vonatkozó időjárási tényezőket, a szelet, a hőmérsékletet és az ezekkel szorosan összefüggő légnyomást is. Azok a hallgatók, akik részt vettek a kurzuson, azok már egy olyan megalapozott tudással rendelkeznek, amelyek elegendők ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak egy ejtőernyős ugrást végrehajtani. Sorra vettük a lehetséges vészhelyzeteket és azok megoldását is. Társad eltévesztette a magasságot, jön itt veled szembe. Mit csinálsz? Kitérek jobbra. Jó, és közben kiállsz, tér ki jobbra. Persze, mint az összes többi, az ejtőernyőzés is gyakorlati sport. Ezért nagy hangsúlyt kapott a képzés során például a helyes ugrási testtartás felvétele. A gerinc, komorítás, fönn a fej, tiéd is jó, Laci, nagyon jó a Péteré, tiéd is jó. Emellett fontos elsajátítani a helyes irányítási technikákat is. Itt van veled szembe az oktató, célkereszttel szembe. Ezt mutatja, mit csinálsz. Jó? Rendben. Leértél körülbelül 5 méter magasságra, ezt mutatja. Oké. Nem ilyen gyorsan, lassabban, úgyhogy éppen mikor eléred a 100%-ot, akkor. Oké. Rendben, kezdjük előről. Kurzusok mindig tele szoktak lenni, viszont mire eljutunk az ejtőernyős ugrásig, addigra sok ember szokott kiszórodni. Tavalyi év az nagyon negatív volt, mert nagyon sok egészségügyileg alkalmatlan jelentkezőnk volt, ezért ez eléggé visszafogott volt. Az idei évben már akik jelentkeztek, azok hál' Istennek az alkalmassági vizsgálatokon többségében megfeleltek, de én mondhatom azt, hogy a jelentkezőkben azért nem szokott hiány lenni, inkább az, hogy itt az anyagiak, amik nagyon visszafogják az érdeklődést. Leszállás, tűz- és balesetvédelem, vészhelyzetek elhárítása. Kiugrás előtt minden hallgató vizsgát tesz írásban és szóban is. Ezután még egy kis gyakorlás, izgalom és jöhet a felszállás. Ez volt nekem az első ejtőernyős ugrásom, és eszméletlen jó volt. Egyáltalán nem vártam nagyon akárhányszor tudni még ugrani. Maga a felszállás is már egy új dolog volt, mert nagyon-nagyon régen ültem egyáltalán repülőn, vagy valami, amiből magasból láthatom a földet. Van egy ilyen kis mondókánk, amit így közben mondani kell. Bal kéz, bal láb, jobb kéz, jobb láb. Ez az. És ránézek az oktatóra. Ugrás! Csípő elő, fönn a fej. Mondóka. 1000, 2000, hátranéz, ellenőriz. 3000, 4000, 5000, megkezdődik a nyílás. 3-5 szállat elétődött, slider lecsúszik. Próbáltam arra koncentrálni, hogy mondjam, de hát akkor az élmény volt, hogy nagyjából sikerült csak. De úgy minden jól ment. Kiesés, az konkrétan kiesés volt, és nagyon fölmentem a cél fölé, és így messzebb értem le, mint gondoltam, de egyébként nagyon jó volt. És tudtad alkalmazni a tanultakat? Simán, igen, minden ment. Hát mindennek tudtam, hogy kéne csinálnom, de elsőre nem ment, de tudom, hogy hol rontottam el. És fogsz megugrani? Hát úgy 10 percen belül, igen. A
arról volt szó, hogy említek 5 percet töltünk fent a levegőbe, hát szerintem hopp is lejöttünk, tehát fél percnek nem éreztem az egészet, de tényleg leírhatatlan, tehát gyönyörű az egész, azt sem tudom hol vagyok, mi van, mit tanultam, de csinálom is, jönnek a dolgok, tényleg leírhatatlan, nagyon király. A földön nagyon jó, hogy kinyúlok, kihúzom magam, de fent, amikor kinyúlok és szinte viszom NCL, az nagyon érdekes. Remélem már ma is leugorjuk a másodikat, de utána is később, hogyha vizsgák után ráérek és tényleg lesz időm, akkor jutalomnak tökéletes. Nagyon jó volt.